Ma még kátyúról kátyúra kell bukdácsolni a Manninger lakótelepen. Úgy tűnik, idén megoldódik a probléma. A város ugyanis 500 millió forintot fordít útfelújításra, és ebből a pénzből jut arra is, hogy az erre közlekedőknek többé ne kelljen kerülgetni a gödröket. Van egy-két régi adósságunk, ami szerencsére sikerül, hogy beférjen az idei csomagba. Ilyennek gondolom a Manninger lakótelepet, ugye ez a legidősebb lakótelepe a városnak, az útjai használtak csapadékvízelvezetése nem megoldott, illetőleg hát nem messze tőle a Móra utca, ami ráadásul közösségi közlekedés, tehát buszt is visz, úgyhogy nagyon ráfér a felújítás, ez is a csomagnak a része lesz idén. Új utak építése, járdák és más rossz állapotban lévő utcák felújítása is szerepel a csomagban, tette hozzá a polgármester. Árva István elmondta, folytatódik a belvárosi utcák felújítása is, az utolsó szakaszban 150 millió forintot költenek el erre. Először a Malom környéki három kis utca, ezt követően a Tímár utca, ott még jelentős építkezések folynak, magánépítkezések folynak, tehát ott a felújításnak még egy picit várakoznia kell, és külön van téve a Honvéd utca, ami ezen túl még egy 60 millió forintos tétel. Annak ugye a specialitása az, hogy ott az oszlopokon levő villanyvilágítást is földbe kéne vinni. A Városháza utca felújítása tavaly kezdődött el. A polgármester szerint itt azért tudott gyorsabban haladni a kivitelező, mert a közvilágítás már rendben volt, és komolyabb közműcsere sem hátráltatta a munkát. Az út azóta elkészült, és hasonlóan néz majd ki a többi, még felújításra váró belvárosi utca is, ám az ígéretek szerint azokban színes térköveket is beépítenek majd a burkolatba.